Az elmúlt szezonban a bajnokság felénél még a tabella utolsó helyén állt a nagyhalász, majd a jó tavaszi szereplésnek köszönhetően az együttes meghosszabbította megyei első osztályú tagságát. A felkészülést június 30-án kezdte el a csapat, amelytől Gömze, Szőlősi, Kis, Fábri, Mocsár, Tóth Zsolt és Tóth Dániel távozott. Az új játékosok közül a kapus Kromplák Gyula Kemecséről, Kató István Tiszakanyáról, Hudák Máté a Bozsik Akadémiáról érkezett, és három fiatal is felkerült a felnőtt kerethez. Mivel az alapcsapat együtt maradt, az edző szerint helyezésben és játékban is előrébb kell lépnie a nagyhalásznak. Egy kicsit előrefele játékba kellene fejlődnünk a elmúlthoz képest, amit már láttam edzőmeccsen biztos jeleket, már most a negyedik edzőmeccset játszuk. És hát több-kevesebb sikerre, mert az eredmény itt a másodlagos. Játszottunk Domnán, ott nyertünk 7-2-re, Balkányra kijobtunk 3-2-re, hétvégben Nyíregyházban voltunk 2-2, és most jöttünk ide rakamazni, mi tudjuk, hogy nagyon erős csapat, mert a bajnokságban is meg kell majd velük küzdeni. A csapat egyik játékosa, Gyügyei Zoltán szerint a következő szezonban a tavasszal mutatott játékot láthatják majd a nagyhalászi szurkolók. Sok passzos technikás futballt játszunk, mindenki képzett labdarúgó, labdabiztosak vagyunk. Szerintem ugyanezt elváltják tőlünk a jövőben is. Nagyhalászban az első 10 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a csapat elé a vezetőség. A bajnokság nyitófordulójában a Máté Szalkát fogadja majd Opre Mihály együttese.